Helyben termelt élelmiszerek, mezőgazdasági termékek és kézműves remekek ezen a felvételen. A harmadik baranyai ízelítő elnevezésű gasztró eseményen készültek ezek a felvételek a múlt héten, ahol az volt a cél, hogy bemutassák a termelőket, illetve közvetlenül találkozhassanak a vásárlókkal. A Vármegyei Önkormányzat támogat ezt a kiállítást, és egész évben lehetőséget ad a helyi termékek bemutatására Pécsen, mondta az önkormányzat elnöke. Kormányzati támogatással vált valóra a hosszas előkészítő munka után a pécsieknek a régi álma, hogy legyen a megyeszékhelyen Pécset egy modern, új, a 21. századi igényeknek is megfelelő vásárcsarnok, és amikor ez megnyitotta a kapuit, akkor teljesen természetesnek tartottuk azt, hogy itt lehetőséget biztosítunk a vidéki baranyai, baranya településein, helyi terméket, jó minőségű élelmiszert előállító baranyai termelőknek is, hogy egy termelői boltban, a Kincses Baranya pavilonban árulhassák, árusíthassák a termékeiket, és ezáltal a pécsieknek ne csak az ilyen kiemelt alkalmakon, mint például most a bevásárlóközpontban, de az év minden napján lehetőségük legyen a jó minőségű termékekhez hozzájutni közvetlenül a termelőktől. Szintet lép a hazai élelmiszeripar, az agrárszektor, jelentős forrásokhoz jutnak a területen dolgozók a következő években, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke. Az ebben az uniós pénzügyi ciklusban megnyíló pályázatok a kistermelőknek is segítséget nyújtanak a fejlődéshez. Élelmiszeripari termelőknek, helyi termelőknek, én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, 2900 milliárd euró lesz kifizetve. Én úgy gondolom, hogy ez egy akkora szám, hogy csak a termelők tudják ezt igénybe venni, nekünk is ebben nagy a felelősségünk, őket tájékoztatni, milyen lehetőségeik vannak, milyen gépekre, épületekre és egyéb ilyen berendezésekre. Azt látom, hogy 10 évvel ezelőtt Baranyában inkább még a nagyipari szántóföldi növénytermesztés ment, de hál' Istennek most már több száz, akár mondhatnám több ezer méhész, kistermelő és termelő van. A vidékfejlesztési program pályázatainak első kiírásában több mint 13 ezer mezőgazdasági kisüzem nyert el közel 74 milliárd forintnyi támogatást. Már nem csak természetes személy végezhet kistermelői élelmiszer előállítást, hanem az őstermelők családi gazdaságai és a szociális farmok is. A kistermelők házhoz szállítás, csomagküldő kereskedelem, átadó pont vagy automaták révén is értékesíthetik termékeiket mostantól. Így könnyebben eljuthatnak a vevőkhöz.